önmagának. A beszélgetés vége felé még egy kérdés. Döbrentei Kornél most mit dolgozik? Hát a fejemben most érdekes módon például remélem, hogy Istennek velem is terve van, mert különböző versezetek törnek rám így éjszakánként, gondolatok szikrák, úgyhogy úgy talán, ha nem... Tehát új kötetre készülsz ez a... Ilyen értelemben, igen, de lehet, hogy egy év múlva. Így csak az, hogy valahogy megérintett most valami, pedig ugye a harc közben hallgatnak a múzsák, mondja aztán a Homérosz, nem bennem most úgy érzem, hogy valami mozog, hát ha nem kiabálom el, akkor verseket fogok most írni, hogy érzem. Várjuk az új kötettel együtt. Nagyon szépen köszönöm. Újra majd vissza Döbrentei Kornélt, kedves nézőink. Döbrentei Kornél költővel beszélgettünk. Ha valaki a műsor elejét nem látta, Döbrentei Kornél aláírta azt az aláírásgyűjtő ívet, amelyet a Deport 56 és a Magyarok Világszövetsége közösen egy népszavazás érdekében indított el, és amely ezt a bizonyos szabadságtéri szovjet katonai emlékműnek az áthelyezése lenne majd a végső célja, és az elekés országzászlótartó visszaállítása. Hírműsorral holnap 1 órakor jelentkezünk legközelebb. Köszönöm a